Minden benne van, amire vágyhat vagy szüksége lehet. Ez a Ford 1927-es hirdetésének szlogenje, illetve a kálóseméni kiállítás mottója is. A két lábról négy kerékre tárlat több mint 70 darab matchboxon keresztül mutatja be az autó történelmet. A kálai kúria garázsába lépve egy modern autószalonban érezheti magát a látogató, az ajtó túloldalán pedig az eredeti Fordot is megtekinthetik. A kiállítás teljes egészében az itt dolgozók munkája. Van egy csodálatos autónk, a hátam mögött lévő Ford A modell, amely 1931-ben készült, és az ő közelgő 90. születésnapjára készülünk egy több lépcsős kis kiállítás rendezvénysorozattal, ez lenne az első lépés. Itt elsőként egy szeletnyi autó történetet mutatunk be, amely a Ford gyártását, annak történetét, magyar vonatkozásait mutatja be, illetve, hogy minden generációnak kedvezzünk, ezeken az érdekességeken túl apró makettek is megtalálhatók az úgynevezett garázs kiállításon, és különböző kiadványok is ehhez kapcsolódóan, és a következő fordulókban pedig író-olvasó találkozót tartunk az autók témakörébe, dedikációval, kvízjátékokat fogunk indítani, úgyhogy így szeretnénk eljutni a 90. születésnapig, és akkor pedig egy igazán nagy ünnepséggel megünnepelni a Fordot. A kúria egyik legnagyobb büszkesége ez az eredeti 1931-es Ford A modell. A sikeres T modell után 1927. december 2-án adták ki az első Ford A modellt, akkoriban 385 dollárt fizetett egy ilyen autóért a tulajdonosa. Az óriási érdeklődés miatt 4 év alatt közel 5 millió darabot értékesítettek belőle. Az autó tervezésében egy magyar gépészmérnök is részt vett, Galambos József. Ez a kálósemjéni darab 89 éves. Ezeknek az autóknak a csúcssebessége a 80-90 km/h is elérte, ez akkoriban kifejezetten gyorsnak számított. Az autó főleg esküvői fotózások tárgya, de a jövőben már nem csak nézegethetik majd a látogatók. Új programként indul az élményautózás a kúriában, így a parkban ki is lehet próbálni az 1931-es Fordot. A kálai kúriát egy 2012-ben indult turisztikai projektnek köszönhetően teljesen felújították. Az épület visszakapta az 1920-as éveknek megfelelő állapotát és hangulatát. A korszerűsítésre több mint 1,2 milliárd forintot fordítottak. Egy nagyon fontos intézményünk, illetőleg épületünk a kálai kúria, a településünk arca, és hálás köszönettel tartozunk a magyar kormánynak, hogy ezt sikerült felújítani, megmenteni az utókor számára. Gazdasági területen mindenképpen egy fellendülési időszak tapasztalható. A kálai kúria évről évre próbál minél színesebb, minél több programot adni, ezáltal annál több bevételt szerezni. Turisztikai vonzatban pedig több száz, több ezer látogató számmal tudunk büszkélkedni. A szerdai tárlat megnyitója egyben a tavaszi időszak kezdete is volt itt Kálósemjénben. Egy kisebb felújítás után március 4-től ismét megnyitotta kapuit a kúria a látogatók előtt. Az idei programok között szerepel majd a múzeumi tárlatvezetés, illetve egy parki sétára várják a vendégeket, ahol megismerhetik a kálai család történetét és a helyi épületeket, valamint családi programokat is szerveznek majd a kúriában.